pedagógiai előadásokkal és az egymás közti tapasztalatcsere lehetőségével várták szombaton a Micimackó óvodába a megyeszékhely dajkáit és óvónőit. A város összes adós néniének lehetősége van arra, hogy eszmét cserének egymással, illetve egy picit leporolják a tudásukat, felfrissítsék azt, amit ki régebben, ki nem olyan régen tanult. De hát a legfontosabb az, hogy egymással találkozzanak a szakmabéliek, és legyen egy olyan napjuk, amikor kötetlenül tudnak egymással beszélgetni. A szakmai nap résztvevőit a körzet önkormányzati képviselője Bereznai Csaba is köszöntötte. Most csöppentem bele egy fél éve az óvodai ágazatba. Körbe futottuk az óvodákat, tényleg csak ilyen villámlátogatásként, hogy mi hogy van, milyen igények vannak, kinek milyen szakmai programja van. Azt tapasztaltam, szerintem az egyik legjobb közösség az óvónők és a velük együtt dolgozó dajkáknak a csapata. Mindenki a kicsi saját intézményét tényleg a sajátjának a tekinti jó gazdaként gondoskodik róla. Most itt a nyári felújításokba hozták a férjeket, gyerekeket, szomszédokat festeni, messzelni. Tehát olyan, mintha tényleg a saját otthonuk lenne. A dajkák szakmai napjának programja az óvodák legújabb munkakörét, a pedagógiai asszisztenseket is érintette. A dajkai kompetenciákat beszéljük át újra és újra, hiszen ez új látószögbe került most a pedagógiai asszisztensek bekerülésével a rendszerbe, és szeretnénk, ha mindenki tisztában lenne az ő feladatával, hiszen a csoportokban most már nem csak dadus néni és óvónéni van, hanem megjelentek a pedagógiai asszisztensek, és nem szeretnénk, ha bárki is feleslegesnek érezni magát ebben a helyzetben, tehát fontos, hogy mindenki tudja, hogy mi a feladata, mi vár rá, hogyan kell együtt dolgozni. Tavaly évtől kezdődő adta a lehetőséget a jogszabály, hogy pedagógiai asszisztens segítse az óvónéni munkáját. Gyakorlatilag három csoportonként egy pedasszisztens dolgozik most már városszerte minden óvodában, akik gyakorlatilag úgy tudnám megkülönböztetni a dajkai feladatoktól, hogy a takarítási munkálatokon felül ugyanúgy végzik a gondozási feladatokat, illetve segítik az óvónéni a foglalkozások előkészítését, ami még pluszt jelent, hiszen elég magasak a csoport létszámok, tehát gyakorlatilag ez a plusz egy ember csoportonként, illetve három csoportonként ennyivel tud hozzájárulni a csoportnak a mindennapjaihoz, a gyerekek minél komfortosabb ellátásához.